Nikem ismét a fedélzetén, üdvözlök mindenkit. Bocsánat, hogy még mindig kicsit kócos vagyok. Most jöttem vissza az április első videónak a forgatásáról, amit gyakorlatilag jelenlegi idő szerint holnap fogtok látni, és ezt a videót, amit csinálok, pedig jövő héten. Igen, kicsit előre dolgozok, na de most az a lényeg, hogy ismét eBay cuccok, és most fülhallgatót fogok tesztelni. Nos, bocsánat, most ez egy kicsit. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ezt a fülhallgatót fogjuk tesztelni, amit 700 forintért rendeltem, illetve egy kicsit olcsóbb árkategóriában rendeltem a másikat, konkrétan 245 forintért. A 700 forintos az egy Apple copy, ez pedig egy, nem tudom, minek a kopintása. Na mindegy, 245 forintba került. Na, lássuk, melyik muzsikál jobban. Belőle, intro. Na, eszembe jutott időközben. Ez a Beats Studio fülesének a kopintása. Legalábbis 245 forintból. Úgy gondolom, hogy ez az. De mondjuk ahhoz képest elég szépen lemásolták, vagy csak kinyitom a színezőtét a kapcsolatokból. Egész szép gumírozott, és a logó is stimmel. Tényleg való életben látnék egy ilyet, megmerném kockáztatni, hogy ez az eredeti, de 245 forintért azért ez eléggé koppintás szagú. Míg az iPhone is, aki 5-6 ezerért kínálja amúgy fülesét, annak a fülhallgatójának a koppintása 700 forintért. Na de lássuk, hogy a két kópia közül, de becsomagolták, melyik az ütősebb. Hozzáteszem, én használtam már iPhone fülest, és az kibaszott durván szól. Ez ilyen vékony, ilyen kis olcsó madzagú, mint az általános Tesco-s fülesek. Míg az legalább ilyen gumírozott és ilyen szakadásgátlós, vagy ilyen törésgátlós. Na, mindegy. Hát akkor lássuk is, hogy mi, melyik a kettő közül a nyerő. De csak én úgy halkan elmondanám, hogy én az LG G4-hez adott fülest használom. Ez tényleg LG, és tényleg atomjól szól. Bár ezt a fülhallgatót szerintem nagyon nehezen fogják tudni überelni, azért nézzük, mit tudnak. Sokat gondolkoztam azon, hogy is mutassam be a fülhallgatókat. Hát mivel nem hangszórók, ezért ti sajnos nem fogjátok hallani. Viszont akkor hogy döntitek el, hogy melyik a jobb? Hát sajnos ez van. Nekem kell elmesélni, hogy milyen is a zenehallgatás velük. Nos hát nézzük csak. Az iPhone fülesénél kapásból feltűnt, hogy míg az eredetire rá van, erre sehol nincs. Titkolják, hogy melyik a r-l oldal, amit ugyebár segberúgás kapná az Apple-t, hogyha ilyen nem lenne. Nos hát akkor lássuk is. Föl kell tennem furra a hangerőt, hogy halljak vele valamit. Tényleg ilyen nagyon olcsó, és semmi basszus nincs benne. Egyszerűen, ha élvezni akarjátok a zenét, akkor amondó vagyok, hogy ez használhatatlan. Viszont ugye lehet vele hallani. Akinek ez a célja, az nyugodtan vegye meg. De
tényleg a basszus az egy nagy nulla benne. Megmerem kockáztatni, nincs is benne. Emellett ilyen torszított az egész. Rettenetes. Na, nézzük társát, ez a 245 forintos fülhallgató, hogy remekel. Ó, a kis huncutak, nézzétek, csak összeragasztották. Na jó, nem húzom tovább. Természetesen melyik a jobb és a bal fele, erre sincs ráírva. Csak a szép nagy Beats logó. Ez egészen addig lesz rajta, amíg a Beats rá nem jön. Mindegy, így jó lesz, na hallgassuk. Anyád! Wow! Ebbe viszont nagyon jól lehet hallani a zenét. Bár a basszus itt is hagy némi kívánivalót maga után, de ezzel 245 forintért atom jól szól a zene. Megmerném kockáztatni, hogy ezt előbb használnám, mint a másikat. De lehet, hogy mégiscsak fordítva tettem be. Á, igen, fordítva raktam be. Gyerekek, ez nagyon jó fülhallgató. Ez 240 forintot, de szerintem még a tripláját is bőven megérni. Ez egyszerűen így kurva jó ennyiér. És meg vagyok lepve. Na, szóval a két olcsó árkategóriájú fülhallgató közül a 700 forintos versus 245 forintos fülhallgató közül a legolcsóbbik jött ki győztesnek. Gyerekek, ez a fülhallgató kurva jó ennyiért, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, tényleg feledékeny, szétszórt kis testvéreknek, tökéletes MP3-hoz, stb. És hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy ti is egyszer majd megtapasztalhatjátok ezt a meglepetést, hogy tényleg valami übergagyira számítasz, és akkor tényleg fölér egy középkategóriás fülhallgatóval. Nem tudom, mert még Beats-et soha nem teszteltem, vagyis valódit, de tényleg le a kalappal ezelőtt. Ez pedig, ha majd a kuka fele járok, akkor ki fogom hajítani. Na, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videómat. Ha tetszett, lájkoljátok, és kérlek szépen iratkozzatok fel rám, hogy minél többen lehessünk. Nos pedig én elköszönök, mert nem maradt más hátra. Sziasztok!